A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ideológiai gyarmatosítás folyik, az eltörlés kultúrája egyre inkább teret nyer. Egy olyan gondolkodásmód létrejöttének lehetünk tanulni, amely tagadja a történelmet, vagy ami még rosszabb, fogalmaink újabb, tehát 21. századi fogalmaink alapján újraírja, jól lehet minden történelmi helyzetet az adott korszak megismerési rendszere alapján kellene értelmeznünk. Kérdés, hogy kell-e, hogy megtagadja az emberiség azon természetes alapjait és kulturális gyökereit, amelynek nagyon sok nép önazonosságát alkotják. Ez itt a kérdés, és most 1956-ról fogunk beszélgetni, vendégem pedig természetesen Matuz János, témánk pedig az emlékezők ünnepe. Azért kezdtem így ilyen hosszasan, mert én azt látom, hogy egyre inkább eluralkodnak a felejtési mechanizmusok, és most végre példáját láttuk annak, hogy milyen fontos számunkra, akár 1956. október 23-a kapcsán is. És egy olyan példát kaptunk abból, hogy igenis ezen túl lehet lépni, vagy elfelejteni, vagy egyáltalán nem foglalkozni vele, hiszen egy olyan darabot láttunk, ami nagyon sok könycseppet hozott, és bizony mondom, hogy akik látták, vagy akik ezután fogják látni, el kell, hogy gondolkozzanak az előbb általam is elmondottakon. Hiszen egy teljesen új munkába fogtál, esztendőről esztendőre megszokhattuk, hogy mindig egy fajsúlyos történetet mesélsz el nekünk 56-ról, most ez egy kicsit mégis más volt. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és akkor honnét jött a gondolat? Többedik alkalommal sikerült már hozzáfognom 56 elmeséléséhez. Ez részben nehézség, részben pedig egy nagy lehetőség, hogy mindig újabb és újabb szempontból lehet nekiugrani ennek a fantasztikus mesének, de ebből a szemszögből még nem fogtam meg. Tehát ennyire speciálisan fehérvári tudjon lenni, ez az kellett, hogy nekem magamnak is be kellett állnom a gyűjtő munka dandárjába, mert ugyan nagyszerű kiadványok segítették az én felkészülésemet, de tulajdonképpen a kiadványokból olvasni lehetett a történeteket. Én személy szerint nem találkoztam azokkal a mesélőkkel, akik a történetek mögött vannak. És akkor februárban úgy gondoltam, hogy adjuk közre a ti segítségetekkel is azt a lehetőséget, hogy szívesen elmennék és meghallgatnám a még élő fehérvári emlékeket, akik megtisztelnek azzal, hogy fölhívnak, megkeresnek, vagy valamit kapok tőlük postai úton. És amikor elkezdtem találkozni velük, és hallgattam őket, és néztem őket, hogy élnek, hogy gondolkodnak, hogy tartják magukat, akkor rá kellett jönnöm, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, soha el nem évülő személyes ügy. És hogyha ez egy soha el nem évülő személyes ügy, amely egész későbbi életüket meghatározta választásaikban, döntéseikben, akkor nekem idén meg kell próbálnom elmesélni az ő történeteiket. Rendkívül személyes lett. Tehát megtapasztaltam azt, amit ugye a televíziós, illetve újságíró múltamból fakadóan én volt lehetőségem nagyon sokkal beszélni, mármint akik az 56-os székesfehérvári eseményekre emlékeznek, és tanúi voltak, és résztvevői voltak, elszenvedői a későbbi megtorlásoknak. Sőt, azon gondolkodtam, hogy ha ez a film még időben elkerült volna, akkor ha valaki, Wittner Mária nagyon örült volna neki. Vele 2016-ban sikerült beszélgetnem még a Csíkcsomortani verstáborban, ez mellékszál, de ő is ezt hiányolta az 56-os történések dokumentálásából, hogy szép lassan eltűnnek, illetve nem szólítatnak meg azok, akik ott voltak.
Hogyan sikerült úgy összegyűjteni ezeket az emlékfoszlányokat, hogy ez egy egységes egész legyen? Szerintem a valaha Fehérváron megírt és rendezett 56-os műsoraim közül a legnehezebb ez volt. Pontosan emiatt egy idő után elkezdtem érezni annak a terhét és felelősségét, hogy én most életútjuk vége felé járó szemtanúk szájával, nevében is szólok. És most először szerettem volna úgy szólni, hogy azt mondhassák, hogy azt mondják utána, hogy János, köszönjük, ez rendben volt. Ezt mondták. Ívet adtál a történetnek. Hiszen elindulunk a diákokkal. Lám-lám, milyen kevesen tudták, hogy a székesfehérvári diákság indult el a maga útján október 23-án. Igen. A rengeteg felgyűjtés ellenére azért még mindig elég sok a fehér folt ebben a történetben. Részben az emlékezés természete okán, hiszen azért 60 évvel ezelőtti történésekről beszélünk, és én magam arra sem emlékszem, hogy a múlt héten mit csináltam, nem hogy 60 évvel korábban. Másfelől pedig nagyon új volt az a történet ott, amivel volt ezek a gyerekek beleléptek, és tényleg az volt, hogy 23-án a diákság lett a kovásza ennek az egész történetnek, és minden más, ahogy a lenni szokott, velük kezdődött, és minden más utánuk következett. Igen, hát velünk kezdődik, illetve velük kezdődik minden a fiatalsággal. Hogyan lehetett ezt egység és egészé formálni? Hiszen amikor azt mondtam, hogy ívet adtál a történetnek, elindulunk 23-ától, és értelemszerűen november 4-ig, de ha valaki gondolkodik, akkor november 4-e utánig tart ez a történet. Így van. Hát azt hiszem, hogy a maga témaválasztás, a közelítési mód és a címválasztás is gyakorlatilag ösztönösen jött. Az egész építkezés maga is azért szerintem igazából ösztönösen jött. Megpróbáltam egy magamban derengő halovány valaminek a nyomára bukkanni, és utána abból egy szép nagy rőzselángot építeni. Ilyen volt az, hogy szerettem volna, hogyha ezt egy kerekesszékes idős hölgy kvázi főszereplésével fogjuk megcsinálni, mert őt fogom tudni a végén a székből fölállítani. Ez egy színházi megoldás, de azt gondolom, hogy ők, azt tapasztaltam, hogy ők mindig lélekben készek arra, akármilyen fizikai állapotban is vannak, ők készek lennének arra, hogy ezt újra megcsinálják. A másik pedig szerettem volna nagyon személyesre venni ezt a dolgot, ezért a szereplőgárdában a fiatal lány szerepét azt a kerekesszékes Tősök Márti átalakított idős hölgy unokája, tehát családi unokája játszott. Tehát szerettem volna a színpadon egy nagyon erős családi köteléket létrehozni, ami a személyességet tovább viszi. Szerettem volna, tudtam azt, hogy bár nem szokás ilyen szempont, szerettem volna szóló tánccal a dolgot megsegíteni, és nem szerettem volna professzionális szóló táncost a színpadra. Olyan lányt kerestem, aki szívből és szenvedélyből táncol, mert később nem ezzel fog foglalkozni. Ugye ő lett a Lóródi Luca. És egy ilyen örömtáncot láttunk a színpadon dacára annak, hogy azért 6 teljes koreografált számot szólóban egy ekkora színpadon eltáncolni, ezt meg kell egy táncostól kérdezni, hogy ez mekkora fizikai és szellemi megterhelés és teljesítmény. Úgyhogy ezekkel az apró csúcsokkal, titkokkal próbáltam a dolgot még személyesebbé és még egymásba fonódottabbá tenni, és így aztán fölépült az egész. Ha már akkor szóba kerültek a szereplők, akkor hadd mondjam el, hogy Törsök Márta, és ugye, ahogy mondtad, Csutorás Emma, az ifjú hölgy, Magony Imre és Snyderzai Ákos, a férfi, illetve a fiatal középiskolás fiú. Beszéljünk róluk. Igen, aztán Rovó Tamás és Tombor Tímea, illetve a zenei vezető Cserta Balázs, tehát egy jó csapatod volt. Igen, tehát Emmáról és a Mártiról beszéltem. A Magony Imrét azért választottam, mert amikor én 12-ben Fehérvárra jöttem, akkor 13-ban az egyik első Pál István Stúdió Színházi napokon egy félelmetesen jó monodrámát láttam tőle. Én azóta is a szívembe zártam az Imrét, és időnként fölkérem erre arra, mert tudom azt, hogy fantasztikusan teljesen.
teljesít. A Schneiderzay Ákos pedig nekem egy nagy meglepetés, amiért külön hála Nagy Juditnak, mert ő a Szabadszínházban játszik. 14 éves kora ellenére én még ilyen érettel nem láttam gyereket színpadon. Az, hogy egy táncost, két koreográfus, egy férfi és egy női koreográfus két különböző stílusban koreografálja egy 56-os műsor kapcsán, ez megint egy ilyen eleve elgondolt ötlet volt. Baláshoz meg nincsen mit hozzátenni, ő az én jobbik felem alkotótársam, nélkül elképzelhetetlen. Ilyen értelemben a háttérben sokan óckodtak tőle, hogy majd mi történik a háttérben zajló események filmjével. Én azt mondom, hogy remekül kiegészítette és fantasztikus összhatást adott. Hát akkor említsük meg a televízió két munkatársát, a Megyerezői operatőrt és a Szent Miklósi Dávidot, a vágót, akik fantasztikus munkát végeztek. Tehát idén ebben a műsorban, ez egy ilyen áldozati műsor volt az én szempontomból, szerettem volna nyomára a végére járni egy nagyon fontos bennem munkáló érzésnek, és sikerült egy nagyszerű csapatot mellé tenni, akik mind-mind a szó igaz értelmében és közhelyek nélkül a legjobbat hozták. Most térjünk vissza rád természetesen a forgatókönyv. Ugye az alapról beszéltünk, viszont igen. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fajsúlyos írói munka is. Egyszerre voltál írója, forgatókönyvírója, dramaturgia, és ez egy tulajdonképpen három külön feladat, és ezt így elkészíteni, így megcsinálni, elénk tárni, plusz megrendezni. Azt hiszem, hogy ez egy sziszifusza munka volt, de elkötelezettségről árulkodik. Ilyen későn sosem készült még el szövegkönyv, tehát már szinte az olvasópróba napján voltunk, és én mindig csak ígértem, hogy fogom a szövegkönyvet. Azt tudtam, hogy meg lesz. De azt is tudtam, hogy ezt a munkát nem lehet sietetni. Ugye akkora anyaggal dolgoztam, és olyan sokféle szempontú anyagot olvastam, meg interjú voltam össze, meg néztem össze, hogy abból valahogy a fejemben egy egységes egésznek kellett lennie, és akkor gyakorlatilag ezt a furcsa, oratórikus, kicsit statikus és táncokkal megmozgatott, illetve erősen hangjátékszerűen megoldott részekkel kombinált előadást találtam a legjobbnak. Egyébként fura módon, miközben ez a legkevésbé cselekményes 56-os típusú utcaszínházi előadáson, ez a leghosszabb. Igen, ugye úgy fogalmazta, hogy a szó hatalmára épít a darab, amelyet egy nagyon jól összerakott, izgalmas zenei világ tart egyben. Viszont említetted, hogy a forgatókönyv, illetve azok az emberek nagyon sokat meséltek a saját történéseikről. Mi volt a szempontrendszer, amelynek mentén kiválasztottad, hogy végül is mi kerüljön be? Azt tudom, hogy az időhatár az egy fontos dolog, de ezen túl. Olyan dolgokban kaptam háttértámogatást, amiben nem is reméltem. Tehát voltak olyan anyagok, amik a 23-ai Sebes Imre, István terem, nyomda körüli állapotokat mesélték el. Aztán volt olyan részlet, amelyik a másnap az Icsiligetben lévő első nagy összejövetelről beszélt. Hosszasan kutattam a Szabó Palotával kapcsolatos dolgot, amit egy hangjátékban próbáltam meg azért érzékeltetni, mert ez szerintem a Fehérvári 56 legérzékenyebb és legtitokzatosabb és legszörnyűségesebb eseménye, amit a maga totalitáris módján ilyen egy hangjátékban szerettem volna megidézni. Különös gondot fordítottam, figyelmet is fölhívták rá, hogy a Vörösmarty Rádióval kapcsolatban egy nagyon fontos része volt a történetnek, és ugye a tragédia második része, a Tiszti Klubban kapcsolatos november 4-i dolgokról megint nagyon sok infót kaptam. Tehát első kézből kaptam 5 olyan nagy elemről, írói szempontból kincset érő anyagokat, vagy
emlékeket elmesélve, azt gondoltam, hogy akkor én ennek az öt nagy gócpont köré fogom építeni a mesét, és minden egyes gócpontot különböző stílusban próbáltam meg megírni, utána ezeket utána a zene és a tánc erejével összekapcsoljam. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Én arra figyeltem fel, hogy sokkal több szó esett most a harcolókról, tehát a hősökről, mint az akkori, tehát a szovjet csapatokról, Sebes Imréről, a pártitkárról. Ez tudatos volt abban az értelemben, hogy ők is feltűntek értelemszerűen, hát nyilvánvaló, hiszen a történések ismeretében ott kellett, hogy legyenek, hiszen ők voltak az ellenség, ha úgy tetszik, akik leverték a forradalmat. De tehát azért kérdezem, hogy ez tudatos volt. Igen, én azt szerettem, az a nem titkolt vágy vezetett, hogy megpróbáljak a színpadon olyan hangulatokat teremteni a szó erejével, meg ahogyan csak rendelkezésemre áll a lehetőség, mintha ott lennénk. Tehát ez a mintha ott lennénk egy nagyon-nagyon fontos pillanat, mert akik még ott voltak valaha, ők tulajdonképpen lassan elviszik magukkal ezeket a történeteket, és nem lesz már lehetőség úgy elmesélni, amintha ott lennénket, amikor ők már nem lesznek. Tehát amikor ez már csak emlék lesz az ő emlékük, akkor sokkal nehezebb lesz felidézni ezeket a pillanatokat, és ezeknek a időnként csak egy jelzőt mondtak, csak egy jó igét mondtak, amire én íróként a fülemet kihegyeztem. Úgy olyan szempontból szerencsém van, hogy én interjúvoló is voltam, tehát riporter is voltam, író is voltam, dramaturg is voltam, rendező is voltam, és egyik a másikat kisegíti mindig az ilyen típusú munkában. Tehát bizonyos szempontból szerintem ez volt a Fehérvári 56-os műsoraim közül a számomra a legnagyobb örömet okozó munka. Megerősítést jelent, hogy ezt jószerivel mindenki így gondolja? Igen, igen. Teljesen őszintén mondom, tetszeni akartam. Tetszeni akartam azzal, hogy jól mesélem el az ő történeteiket. Nem akartam mást. Mert hogy így is lehet? Igen, 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 igen. Tehát kifejezetten nem szerettem volna rendezőként a színpadon megnyilvánulni fölösleges módon, mert x számú embert a színpadon azért ennyi év után így úgy el lehet terelgetni, hogy az igazán jól nézzen ki, vagy működjön. De most az volt a fontos, hogy azok az embereket ünnepeljük, akiknek a történeteiről közösen hallunk. És engem is fölhívtak, nem kevesen, a korosztályból is, más korosztályból is, fiatalabbak is, hogy nem is tudták, hogy ez így, vagy az ott volt, hogy az úgy volt, hogy azt úgy hívták, hogy azt ismerte. Tehát nem nagyon szokott azért bármennyire is működnek ezek az 56-os műsorok a főtéren, azért nem szokott ennyi visszajelzés lenni. Most úgy érzem, hogy ez most megtalálta Fehérvárnak azt a belső magját, amit az a város igazán ilyen szempontból emlékezik. És azt gondolom, soha nem volt nagyobb szükség rá. Nem csak azért, mert hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, ilyen értelemben, hogy a tanút idézzem, de azért is, mert hogy valóban így van, egyre inkább sajnos nincsenek már velünk az 56-os hőseink. Néhányan még köztünk járnak, és úgy tűnik, hogy ebben a felgyorsult világban egyre kevésbé foglalkozunk a tragédiákkal, hiszen azt mondjuk, hogy van nekünk ebből elég. Van-e hogyan tovább? Igen, ezt minden évben meg szoktam magamtól kérdezni. Én mindig úgy megyek ennek neki, hogy megcsinálom a valaha általam készített legjobb előadást, és aztán vagy sikerül, vagy nem, de hogy mindent beleadok, és úristen, most hogy lesz tovább. Én azt gondolom, hogy egyrészt maradt, tehát nyilván nem dolgoztam föl, nem írtam ki azt a teljes anyagot, ami rendelkezésemre áll, tehát nagyon sok szempontból tovább lehet ezt még vinni, és vannak még a következő évi közös mesélés ötleteim,
De amit az ennyire fontosnak érzem, és most már szinte ilyen fő tevékenységemmé válnak ezek a típusú közösségi mesék, hogy én tényleg hiszem azt, hogy Fehérvár attól is lesz újra egy szakrális főváros. Hogyha mindenki, akinek lehetősége és módja van rá, szenvedélyesen és szívből mesél, de mesél a saját közösségi emlékeiről is. Tehát mi egyfajta közösségi emléket őrzünk, és ehhez nem kell feltétlenül 70 vagy 80 évesnek lenni, mert én idén egy olyan eseményről próbáltam meg mesélni az ő szavaik segítségével, amit én nem éltem meg. Magas a mérce. Igen. De saját magad tetted magassá önmagadnak. Mindannyiunknak, akik hozzászoktunk ahhoz, hogy ilyen szintű 56-os visszaemlékezéseket láthassunk, nézhessünk és elgondolkodhassunk. Mindenesetre én most újra megköszönöm minden székesfehérvári nevében, és hát várjuk a következőt, mondjuk március 15-ét, az már nincs olyan messze. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Emlékezők ünnepe címmel láthattuk az 1956-os forradalmi események székesfehérvári történéseiről azt a darabot, amelyet Matusz János rendezett. Ez természetesen, ahogy már eddig is műsorra tűztük, és most ismét láthatják, majd november 4-én tekintsék meg, érdemes. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.